szentek nyolcada számunkra hívő emberek számára, a hitnek, az imádságnak és az élet végső dolgairól való elmélkedésnek az ideje. Az egyház november 1-én ünnepli a szenteket, akik már boldogok az Istennél, másnap pedig szeretettel emlékezik azokra, akik már előttünk eltávoztak a földi világból és a béke álmát alusszák, akkor minket pedig, akik itt vagyunk a földön, eltölt a hit öröme, hisz az Isten szeretet közösségében közel vagyunk egymáshoz. És tudatára ébredünk annak, hogy a halál sem tud végleg elszakítani minket a mi szeretteinktől. Sviatok pamiatky zosnulých nám pripomína, aby sme si dôstojným spôsobom spomenuli na našich zosnulých blízkych. Zároveň nás tento sviatok pripomína aj na to, aby sme nezabudli, že raz aj náš život skončí. Ak teda skončí, máme potom povinnosť sa aj pripraviť na veci nasledujúce, na život večný. Každý veriaci kresťan sa však nemusí báť smrti, ani toho, čo nasleduje potom, pokiaľ svoj život prežil vo viere v Krista, v láske a nádeji vo vzkriesenie a život večný. Preto pamätajme na to už teraz počas nášho pozemského života, aby sme v nevhodnú chvíľu nezostali zaskočení. Ilyenkor mindig tudatosítjuk azt, elmenvén a sírokhoz, hogy kik azok, akik az őseink, az elődeink. Ez fontos átgondolni, ugyanakkor azt a helyet is, ahol ezek a sírok vannak, hiszen onnan származunk, ezeknek a helyeknek is megvan a maguk nevelő hatása vagy jellege. Próbáljuk meg azt a hála érzését magunkban megtalálni azokért az emberekért, akikre emlékezünk. Az elhunytjainkra úgy tekintsünk abban a reménységben, amely keresztény reménység, tehát a föltámadás reménységében, ami akkor ott a síroknál nehéz, vagy nehéz lehet átgondolni, de mégis számunkra egy valóság.